Képzeljétek el, hogy a holnapi nap lesz egy hónapja, azaz augusztus 11-én lesz egy hónapja, hogy elkezdtünk játszani az AC Origins-el, és most úgy ülünk neki, úgy kezdünk neki a játéknak, hogy a főszálakat már megcsináltuk. Tehát most már csak mellékküldetéseket fogunk csinálni, illetve hogyha marad még idő, akkor a kérdőjeleket is felfedezzük, illetve papíruszokat is csekkolgatni fogunk. Ez a terv. Így most már az AC Origins streamek, ma a következő AC Origins streamekben. Sikerült legyőzni legutóbb Ramseszt is, és Tutanhamont is. Úgyhogy ennek nagyon örülök. Most már csak a mellékküldetések várnak. Azok még szerintem izgalmasak, úgyhogy azért gondoltam arra, hogy hiába játszottuk végig a játékot, a mellékküldetések még bőven tudnak nekünk újat mutatni. És mivel szeretitek az AC-t, ahogy észrevettem, szeretitek ezt az egyiptomi kultúrát is, mitológiát, történeteket, ezért úgy vettem vele, hogy hát akkor miért is ne játszhatnánk AC-t addig, ameddig meg nem jelenik a Pókember Remastered. Nekem te nem mondod meg, hogy billentyűt nyomjak. Na azért, AC, hát az már más. AC Milán. Ács. 53 óra. Majdnem 54. Az Ács Origins az Jézus, igen. Az mindenféleképpen Jézus. Nézzük, hogy ad-e nekünk napi küldit a játék, ahogy észrevettem, nem. Szóval... Hát először is küldetések. Nyomjunk küldiket. Érkezik az új kihívó. Nézzük meg, hogy ez micsoda. De a befejezésnél adott valamit. A fegyverre gondolsz, hogy nézzük meg a fegyverét? A Tutanhamon fegyverét? Scott. Ja, meg amúgy igen. Leesett, hogy mire gondolsz, Scott. Igen, tegnap végül tudtunk napi küldit csinálni, és az adott egy dárdát, egy láncsát, a főnixet azt is meg lehetne nézni. Hogy milyen. Bakekmeno! Ó, oh, perverz, azt mondta. My most sincere apologies, Thanasis. Silence. I'm thinking. Hülye féreg. What has this man done to deserve such abuse? He fled like a rank coward. Elfutott, mint egy gyáva féreg, hajta, hogy fogjul, ejtsék a gladiátorok. Can't they protect themselves? They were sleeping. Aludtak a gladiátorok. Kosei and Wamu Kota, my two best gladiators. We were on our way to the arena. Utam voltak az arénába, és a banditánk rájuk támadtak. Sikerült megszökni. You damn coward! I will get your gladiators back. Hey, but leave this poor man alone. When you find my men, bring them to the Cyrene Arena right away. Jó. We were attacked northeast from here. Innen északkeletre támadták meg őket, egy falhíd közelében. Come, Gideon. We may win the championship yet. Átrakjuk ezt a kinézetet az Ámon szolgáját, mert nagyon jól néz ki. Ez ugye DLC-szet. Hello.
Csokobon? Na és ameddig minket oda-vissza a csokobon, addig legalább tudok inni a teából. Na repocó! Hogy vagy, hogy vagy? Tudjátok, hogy mi a gond? Most jöttem rá. Nincs itt Bazsi. Ja, már itt van? Érdekes. Pillanat. Azt mondta egyébként, hogy ez az a híd, amit Gideon említett. Azért állítottam meg, hogy megnézzem, hogy működik-e a Tóbiás. A Tobi Ghost. De működik. Kocsit pucoltam, csillog-villog most. Hát akkor reméljük, hogy nem pár órán belül jön az eső. Bár általában, hogyha valaki kocsit mos, akkor az azt jelenti, hogy esőt csinál nekünk. Vagy nem így tartja a mondás? Félbeszakítva Thanasis gladiátor mester és az edző Edigio vitáját, Bayek megtudja, hogy a két legjobb gladiátorukat elrabolták. Ahogy Kyrene felé tartottak, hogy felkészüljenek a versenyre az arénában, a banditák megtámadták őket és elrabolták Vamukotet és Kosheit. Csak Edigionak sikerült elmenekülnie. Bayek felajánlja a segítségét, hogy kiszabadítja őket. És csak belső tisztítás volt? Ja, látom, írtad is. Megmoshatnád kívülről is, hogy jobb legyen a többieknek, pocó. Van ilyen ősi magyar mondás, ugye? Miért szokott megállni a kép? Megáll a kép, srácok? Szóljatok nyugodtan, hogyha megáll a kép. Reszelünk rajta, mindenféleképpen. Hey! Ja, hogy így elkezd loadingolni? Arra gondolsz? Nekem sajna ilyet csinál mindig a Twitch. Nagyon idegesítő. Center, szevasz! Izós! Na. Na de ezek a srácok honnan jönnek? Mindenki hosszú bottal érkezett. Na. Ja, azt hittem, hogy Capture Card parán van Scott egy pillanatra. De akkor ezek szerint csak a szokásos Twitch-es loading. Semmi nagyon. Miket pergett Center mostanában? Sodró, Jesus! Nagyon szépen köszönöm az 50 hónapnyi támogatásodat. Látlak ám, Petya, szevasz, Petya, Mizu. Várod a pókembert? Azt én is. Azt én is várom. Azt én is várom. Íz új sodró. Tarko meg a csé.
Hogyha nem a varázsségó a Valika. Te nem szereted a szuperhősös cuccakán? Akkor Batman szereted. Ő csak egy ember. Szombaton lesz az esküvő és már várom nagyon. Hoppá! Az igen, Sodro. Tök jó. Multiversus vélemény. Én nyomtam, nekem tetszett nagyon. Egy gazdag ember. Egy erős gazdag ember a Batman, ő nem szuperhős, ugye? Srácok. Szoktántok kérdezni, hogy mi az a kék folt a képernyőn? Hát ugye az az, hogy én hova nézek. És itt a játékban vannak játékok, főleg Ubisoftos játékok, amiben látszódik az, hogy nem csak annyi értelme van, hogy ti látjátok streamben, hogy hova nézek. Ebből ugye a VOD-ból nem tapasztaltok semmit, csak a streamben. Na de a játékban vannak ilyen különféle beállítások. Mindjárt mutatom nektek. Itt az irányításnál, hogyha minden igaz. Nem az irányításnál. Na hát akkor ezt így nem is találom meg hirtelen. Pedig itt kéne, hogy legyen valahol. Ott van, szemkövetés. Célzás nézéssel, ellenség megjelölése, interakció, célpont befogása nézéssel, dinamikus fényadaptáció, stb. De hogy ez mit is jelent? Ránézek oda a napsugára, oda a jobb felső sarokba. Sötét lesz mindenhol a képernyőn. Visszanézek a karakterünkre. Világos van. Fénysugár. Karakter. Fénysugár. Nem minden böngészőben van ilyen kék kör, Bazsi. Két hét Ciprus utána, Sodró. Tök jó. Tök jó. Így van, sok boldogságot. Zamyakinak, tehát Uzumakinak, Narutónak. Dél körül kelünk át a hídon, készen állunk a támadásra. Vamukota és Egidio lesz velem. Tudjátok, hogyan kell harcolni, szóval minden rendben. Jó emberek, ne csonkíts meg és ne öld meg őket, semmi esetre sem. Győződj meg róla, hogy eddig jól látja, ahogy legyőzöl. Aztán hagyd elmenekülni és ő elmondja Thanazisnek, hogy fogságba kerültem. Viseld jó gondját Vomukotának, de adj neki könnyű drogot, hogy ne tudjon dolgozni a kürénéi torna végéig. Időre van szükségem, hogy el tudjak menekülni, mielőtt Thanazis elkezd keresni. A pénz többi részét a találkozó helyünkön kapod meg. Álljon készen egy kocsi és élelmiszer, számítok rád. Wow! José, that is the name of one of the gladiators. Megrendezte a saját elrablását, igen. Ez hatalmas Excelben is működik? Mindenhol működik. Nem rossz volt, de ez egy kicsit fura. Streamben lehet, hogy fura, de játékban így nagyon... nagyon király. Szerintem sokat hozzátesz. Hát itt ugye nem tudunk felmenni. Játszol a játékkal, és úgy működik, ahogy a valóságban. Jó, hát hasonlóan működik, mint a valóságban, az elég király. Ja, ez ugye az eye-trackerrel van. Tehát, hogy így ehhez a feature-hez kell venni egy eye-trackert. Vagy egy olyan monitort. I found a letter from Cosé. Red bastard!
I can't believe he set up a trap. Is Egidio all right? Egidio jól van. He is with your owner at Cyrene Arena, if you want to join them. Igen, igen, eye tracker, ez ilyen Apple cucc. The bandit said something about a lake in the mountain to the north. Nem, amúgy. Tobi eye tracker. I will find Kozé. Be careful, friend. Kozé nagyon erős. Tehát Hozé nagyon erős. A Keride búvójától északra levő hegy tava felé vette az irányt. Oda kell mennünk. Hát, hogyha van olyan, hogy állj, pon, akkor igen, akkor működik szó. Amúgy van Windows-os támogatása az eye trackernek. Például, hogyha nyomjátok az altabot, akkor tudtok úgy altabon, hogy ne nyomjátok, hogy altab, ránéztek, hogy mire váltson át, és akkor arra így átvált, nem kell nyomkodni a tabot. Amin ülök, ez egy csokobon és egy teve keveréke. Egy Final Fantasy 15-ös lény, illetve egy tevének a keveréke. Hydrax római tábor. Hát a 15-ben biztosan benne van, Scott. Akinek remeg a szeme, azt hogy követi le? Hát nem tudom. Ahol a fókuszálsz, ugye az alapján működik a dolog, tehát... Egy szemmel is működik, ha minden igaz. Két szemmel meg még pontosabb értéket ad. This must be the lake Wamukota mentioned. Now where is Kozé? Hol van Kozé, az a kérdés. Szevasz Blade egyébként. Köszi szépen Blade az 59 hónapos támogatásodat, és köszi, hogy a Prime-ot te is rám használtad el. Ezt nem is mondtam. Blade-de köszi szépen. Már ha itt vagy. Kancsal van, akkor kettő kék vagy ott van. Azt nem tudom, hogy hogy működik. Mi van akkor, hogyha valaki kancsal? Akkor hogyan számol? Van valami olvasnivaló. Köszi, Blade. Nézz új sára felé. Neki mind a kettő remegett, és nehéz volt beszélni, a szemébe néztünk, mert ő rendesen látott vele, csak így kívülről volt fura. Hogy remegnek a szemei. Biztos van köztetek most AC szakértő, aki tudja erre a kérdésre a választ. Miért lett nagy, ilyen aranysárga ez a progress bar, és miért nem sima sárga? Minden rendben? Na, zsír, Blade. Bandita lamentálása. Egyedül ülök és azon tűnődöm, miért lett az életem tele sóhajokkal. Fiatalkoromban volt egy álmom, hogy írjak néhány verset egy patak mellett. Híres költő lennék, és egész Görögországot beutaznám, de a bűnöző élet hamar rám szállt. Nem szégyelhetném jobban magam. Farmok kirablása és parasztok ijeszgetése nem teszi túl kellemessé az életet. Szóval visszautasítom ennek a banditának az életét, és visszamegyek a házsártos feleségemhez. Ha több aranygyűrűt akar, lophat magának sajátot. Marcos. Volt bandita. Mert max szinten vagy, de XP-t továbbra is kapsz. Tehát akkor nem fogok tudni már szintet lépni, és nem fogok tudni képességpontokat szerezni?
Ott van. A child all alone. Te vagy... Jose? Hello, little one. What are you doing here? I'm not little. Ő Zalika. Tehát Zalán. Oh, I'm sorry. My name is Bayek. Már 5 éves, nem kicsi. Zalika, menj haza anyádhoz most! I am not here to fight you, Jose. I'm done with all of it. You'll be the last man I kill. Leszel az utolsó ember, akit megölök. You won't listen, will you? Your dead body will be my... Jose, stop! Bocsáss meg a férjemnek, nehéz utazás volt. Hesper. Amukota told me what happened. I'm glad he's safe. I didn't want him to get hurt. Miért tetetted a saját elrabásod? Nem tudnád megvenni a szabadságodat? Próbáltam, de visszautasítottam. Mint a legjobb gladiátor, a túlszárnyalhatom a hírnevét. Képességpontokat kapsz ugyanúgy, csak a szint nem lesz például 56. Köszi, Vazsi. Look at her. I missed her first few years, but I'll be there for her now. Igen, nem tudta a gyerekével tölteni az időt. Zalika is so much like her father. You should see. Zalánka hasonlít az apjára. Can I play with your ball? Játszhatok az ijaddal. Na, visszamegyünk Thanasishoz, aki a kürénéi arénába vár minket. És akkor így a max szinten hogy megy ez a képességpont szerzés? Tehát, hogy mennyi XP-t kell szereznem ahhoz, hogy... ilyeneket szerezzünk. Jöhet a szörme. Ez... very big loot. Na-na. Na-na. Azt a milyen jó szörme farm. Cica! Ja, még itt van egy, de azzal már nem küzdünk meg. Igen, előbb mondták, hogy baja essen. Ez is istenem. Na, 70 szörmünk van. A kemény bört és a sima bört olyan nehéz farmolni. Ti tudtok valami jó trükköt a nyersanyag farmolásra? Mert ránéztem az interneten, azt mondták, hogy vásároljak a vendoroktól. De hát a vendorok csak limitált számú nyersanyagot árulnak. Oro Carlos. Szlovákiában is van egy olyan falu, hogy Hawaii. Az igen. Hát akkor... olcsón meg lehet úszni a Hawaii nyaralást. Basi. Például a filakekek, a filakitályokat is meg kéne válni. A filakeket. Már elfelejtettem, hogy mi a többes szám, meg mi az egyes szám.
Megégeti a kezét. Feltáll új gladiátorokat? No, Thanasis. No one would accept that. Senki sem fogadná el ilyen áron. Hol vannak a gladiátoraim? Nem fognak jönni. Van Mukota megsebesült, Kosai pedig szabadnak nyilvánította magát. Kosai az enyém, én mondom meg, hogy szabad-e vagy sem. Elment. Azt javaslom, keres más harcosokat. Ez aztán ötlet. Van egy ajánlatom számodra. Harcolj, értem? Ha nyersz, gazdag jutalmat kapsz. Mehet. Hivatalos aláírás Kozé szabadságáért. Enter the arena and win. Make me proud. A világítályokat jól megölni? Megöljük őket, Bazsi. Nincs mese. Lép be a Kuréni arénába és válasz horda módot. Jó. Aréna horda mód. Mondjuk fegyvereket kéne cserélni. Nagyon verik a dobokat. Most itt nyomnom kéne valamit? Nyomtam. Tevékenység újrakezdése van. De nem könnyűek, én kínlódtam velük, főleg a kettő utolsóan. Hát max szinten vagyunk. Szóval csak nem lesz gond, Bazsi, nem? The gladiators are ready! Ja, nem lehet fegyvert cserélni. Na, hé. There will be no pause in the slaughter. New blood has arrived. In my reign. Just die then. Oh, basszus. Na, őt akarjuk megölni. Hé! Hú! Hogy megpüfölt a srácok? Rá lehet rúgni őket a karókra, igen. Senki nem mondta nekik, hogy ez az új fegyver ilyen erős. Egyre színpibb ez a rész? Na! Hogyhogy? Mit tett? Mivel lett szimpi ez a játék egyébként neked? Incorporate!
Á, nem kaptunk belőle lootot, pedig abba bíztam. Na, utolsó hullám. Na, hé. Bastardos! Jó. Na jó, hát akkor elultizunk. Még mindig van? Na basszus, srácok, még mindig van. Na, hé! Jó, hát akkor elultizunk. Akkor most már megvagyunk, nem? Srácok, miért üvöltött, az mekkora hát esett? Na, hé. Igazából ez addig megy, ameddig meg nem halunk, srácok. Aki esetleg tudja, nyugodtan mondhatja, hogy meddig megy ez. Vassatoljuk őket! Végtelen, mert pontot gyűjtünk. Oké. Okay. És mindegy, meddig megyünk, vagy a küldetés az az ötödik körig mondta, ugye? Ő komolyan nyomja. Azt a rohadt.
11. hullám. Meg tudunk halni? Uhú! Milyen counter-öket nyomunk amúgy ezzel? Na gyere! Hoppá, ezt nem sikerült. Ebben 60 wave van? És... A jutalom az eltér egyébként? Érdemes addig elmenni, vagy csak a pontszám? Amúgy most már meg kéne halni. Nem hagyjuk, hogy... De nem hagyjuk, hogy random gladiátorok öljenek meg minket. Vajon mikor dob be veled azonos szintű elemiket? Kedves. Szerintem ilyen 30-as szint körül, vagy 40 körül. Mármint hullám. Hullámra gondoltam. Ja, éj túl 5 kört. Igen, igen. Morias Palasz! Én nyertem, hol a gazdád? Segítened kell Koszénak. Mamukota visszajött és elmondta, mit tett. Thanasis mester fizetett néhány római katonának, és mind elmentek Koszéért. Az a patkány. Egidio. Jobb, ha keresel egy új mestert. Reméljük, hogy még nem késtünk el. Oda kell menni. Na nézzük. Thanasis és a katonáit meg kell ölni. Hozzám tartozol, Kosei. Én döltök a sorsodról. Na, még valaki? Ezek után még harcolni akarok? Pofán csapott! Ott is van. Ott is van. Easy. Most már szabad ember vagy, Jose. A fiunkat rólad fogjuk elnevezni. Egy fiú a családod gyarapszik. Igen, és neked köszönhetően Jose is itt lesz, hogy lássa. Hát akkor egy Hunter lesz. Három ezer XP. Vettem a skint? Nem vettünk skint. Ez a... A halálos duett. Ez a második DLC armorja. A Curse of Pharaoh armorja. Hogyha megcsinálsz egy mini küldit a duettba, mármint egy side questet a duettba,
akkor ezt az armort meg lehet szerezni. Ezt az armort adja. Na, küldik. Küldik. Na, ott van. Ja, ez a napi küldi. Hát csináljuk meg. Napi küldizek egyébként, meg csináljuk a fő és a mellék küldiket, és ha jól tudom, a mellék küldik rivardjai az, hogy ilyeneket kapunk, de persze lehet venni is. De mi olyat itt nem csinálunk? Aztán. Minden játékban belerakják a Crossroadot. Kopiznak. Mindenki is mindent kopizik. Itt. Bandok helyon archívum. Hallottál róla, hogy eltűnt egy falusi? Csak azért kérdezem, mert mint te, ő is az egyik kedvenc ügyfelem. Maybe. Hát. 1300 méterre van ott, a semmi közepén. Na, az pont jó. Lemegyünk gyorsan, és akkor mindjárt oda tudunk menni. Itt mi van szerintetek? Szóval egy tábor lesz. Á, kincsek vannak itt. Ja, egy kincs van itt. A vasér már megérte. Szerintem most már lehet szólni a lovamnak. Aha, tehát azt mondja, hogy szerinte oda nem tudunk menni. A kis állat szerint. Elküldtek amúgy az egyik olyan helyre, ahol nincs semmi. Csak a táj. Marmarika. Na hát, itt van 100 méterre.
semmi közepén, tényleg. Na nézzük. The man that I spoke of is dead. Ez ennyi volt, ide jöttünk, megnéztük, hogy meghalt, és most mehetünk vissza. De mit tanácsolnál Midirellen? Neked hogy sikerült? Mert már ideje lenne ránéznem. Hát... Készítsd be azt az emotot, amikor így ilyen csillagba, csillagpózba fekszik a karaktered, a segít. Vagy az a démon princen segíted? Hát nem tudom, én elég gusztustalan mód öltem meg, Bazsi. Ha jól emlékszem. Pestilent misztáztam. May he find peace in the dwarf, Magi. Since you found him, you can have the weapon I got for him special. He would have liked... Ez a Dreamon Prince-nél van? Az meg lett elsőre? Runep kalapácsa, egy határozott ütés ezzel a fegyverrel, és a fény kialszik az ellenfeled szemében. Na, közben szintet léptünk. Fejlesztett harci, vadász ösztön, elit ijász. Minden lelassul, hogyha a levegőbe célzunk. Hát ezt nem. Eltérítés. És akkor küldik. Azt nem tudom, hogy milyen távolról látszódnak a küldik. Na látjátok, itt például van egy csomó. Víziló öböl. Filákek. Ezt a filákek eset csináljuk. Meg kell keresnünk a filákeket. Ott van. Egy 38-as. Azokat megöljük. Nekem az nincs, meg a sorcery nem miracle, ugye? Nem tudom. Én ilyen mindenes voltam. Midir nagyon-nagyon sokat mozog. Az a szívás vele, mint egy bármilyen más sárkánnyal. Ja, én nyomtam Miracle-t, Sorcery-t, mindent. Kákem Nomos. Én is piromancerként kezdtem, utána Miracle-est láttam. Hat filakot kell még megölni, majd egy filakeket? Akkor ellopjuk a hajóját. Sok fegyvered van maxon, az igen. Mindig váltogatsz? Én nem váltogattam. Jaj.
Köszi. Finakek a közelben. Ott megy. Imekent nomos. Gyere! Sokobon, gyere! Gyere! Headshot! A Demon Prince ellen a Black Knight Greatsword volt, a Sister Fide ellen a Pontiff tüzes kardja, a Gale ellen meg az áramos Drake Blood. Az igen. Jól megy, itt válogatod a fegyvereket. Ha már itt vagyunk, akkor srácok, felvesszük ezt a gyors utazásos pontot. Ez egy 38-as filakek volt. Hát az a szép egyébként. Az a szép egyébként, hogyha minden boss ellen olyan cuccal mész, ami jó ellenem, olyan fegyverrel, olyan felszereléssel. Ez nem hülyeség, bazsi, ez egyáltalán nem. Jól játszod a játékot. Ez azt jelenti. Igen, vicces volt, kb. Immunis volt az áramra, és 200-akat sebezte. Ez nem sok. Emlékeim szerint. Ott van. Jujjujj! Hol értük? Szóval itt van a Ptolemaios szobra, ezt szét kell szednünk. Jaj, ti morcosak lesznek, hogyha... Tessék! Nyugi srácok, csak szétszedem a szobrot. 450 XP. És akkor kell még nekünk filákek. Filákek? Hol vagytok, filákek? Én nem tudom, hogy hol vannak. Filákek? Ott van egy. Fény a dűnék között, van egy olyan küldetés is. Merre ment? Hűha. Jó. Kövessük. Előbb-utóbb csak utána érjük. Ez még mindig király game, tervezted még az Odysseust? Mindenki hallott meséket Thébáról, az istenek fényéről, amely a holtak vándorlását hozza el a sivatagba. Istenek fénye, nyughatatlan lelkek, mit jelent ez? Na, mindjárt csináljuk. Halál ajándékát küldik az istenek. Szóval tervezem az Odysseyt meg a Valhallát. Igen, igen, szeretnék velük játszani. Viszont nem úgy, hogy AC orba szájba, hanem egy kisebb szünettel. Én azt mondtam, hogy lőjük be mondjuk azt, hogyha elkészül az AC Odysseynek a magyarítása, akkor nyomjuk. És akkor nem lesz sok az AC. Bár egy AC rajongónak sosem sok az AC, de nem akarom túltolni.
De amúgy igen, a következő game az a Pokémon Remastered lesz. Csami. Most már, hogy így megvan a főszál az Origins alapból, meg a DLC-kből, így most már, ja. Akkor remélem holnap meg lesz a magyarítás. Amint meg lesz, nyomjuk, tehát hogyha holnap lesz meg, akkor holnap nyomjuk. Szia, Dreklász. Jézus. Jaj, hát itt vannak ezek a hülye romaiak. A következő célpont, akire most így rámegyünk, az nem más, mint... Most ebédeltél? Na, mi volt a menü? Na, ő Mirek Hathorból. Medjay! Ez az, megalázzuk őket, srácok. Ez az. Ők azok a gonoszok, akik inasba tesznek minket, hogyha a közelükbe megyünk. Szóval megérdemeltem. És kaptunk egy díszes kulcsot. Már kész van a Cassandra karaktere, vagy az oldal teljesen kész? Ja, izén a teljes játék. Tehát, hogy, hogy ugye azt mondják a magyarítások.hu-n, hogy 100%. Assassin. Nézzétek meg, itt keresem a magyarítást, azt rám támadnak. Hát van ilyen. Na, Assassin's Creed Odyssey folyamatban 85%. Srácok, 85%. És ez júniusban frissítették. És ja, amúgy már lehetne most is nyomni. De 100%, majd a 100% lesz. Ma jó, most látom. Köszi szépen a 100-as sírt, köszi a támogatásodat. Keresem. Oda, ott van egy. A hegy. Kerüljünk ki, légy szikomba. Most már akkor tudunk menni? Most már valószínűleg tudunk menni. Nem tudunk menni. Jó, hát akkor most... Fú, srácok! Nem mozdul a karakterem, srácok, ez micsoda? Na végre. Mondtam már, hogy mennyire utálom ezt, ami most így történik a képernyőn. Hát, hogy a pálya másik oldaláról lőnek rám, úgyhogy közben ellovagolnak, elég pontosak. Na, oké, akkor ez megy a másikra. De
Remélem belehalsz. Out of my way! És még ő is támad! Még mindig kombat van? Gondoltam. El se hiszem. El se hiszem, srácok. Ez borzalmas volt. Ez, hogy ilyen indokolatlan kombatok vannak, és ilyen undorító szörnyek ellen nyomjuk, ez borzalmas. A hegy közben átjött ide. Hát akkor irány Philadelphia. Galambosi József, köszi szépen neked is a 100-as sírt. Köszi a támogatásaitokat, skacok. A hegyen a trónok harcában is nehéz volt végezni? Hát igen. Bizony. Azt nézzétek, valaki sárkány tereget itt. Mennyire menő már, sőt többen is. Mennyire menő, azt nézzétek. Már az ókori Egyiptomban is sárkány eregetések voltak, srácok. Durva. Én is azt mondom. A következő célpont. A hegy. Na gyere! Vagy az? Meg te is az vagy? Na. Ha teljesen kész lesz hozzá nyugén pluszba újra játszom, nekem nagyon tetszett. Neked is adja ez a görög micológia? Léd. Ezek szerint? Na. Itt is van balra. Rá. Kegyelme. Ez gond. Ezt a részt abszolút nem küldíztem, ahova most megyünk. Ezen mondhatni csak átszaladtunk. Hello istok, szevasz! Mi a helyzet? Megvan már 200-as szint fortiba? Chairman Chu, hey man. Mi ez a sok sárkány eregetés most így ezen a területen? Én korábban nem láttam ilyen sárkányokat.
Chemanchu. Philo Teris. Teri. Amit mondtam annól, nekem szerencsém volt, hogy van az Origin Blast és az Odi szívecsel nyelve, azt legalább értem. Én nem. Szóval rá kegyelme. Leütjük őt is a lóra, amit szóltak. Hello! Nem? Nem lesz leszállás? Jó, láttam, hogy ide spawnoltak mellém az enemik. Na, na, sikerült. Na, gyere! Mi van, filakek? Mi van? Vihar pengék. Harris James is táncel, de nem lehet mindent kétszer kijátszani, sok idő lenne. Az biztos. Az biztos, Blade. Kipörgetted már Istog a Vampire Survivors-t? Nem tudom, hogy hova kéne menni, tehát hogy hol van még filákek. Ha esetleg tudtok segíteni abban, hogy hova menjünk még filákitájt ölni, szóljatok, mert én már nem tudom, hol keressem a többit. Ott van. Megvan. A Gala... Micsoda? Galatián és a Vasbika. Tűha, ilyen random, ilyen... No name helyen vannak, jó. És oda meg nem tudunk menni még. Ez mi volt? Most valakit rám tám? Hihetetlen. Vampire Survivors kijátszás? Igen, igen. Szevasz, Ben, mi a helyzet? Szevasz, Madari! Reggel képzeld, lekváros vajaspiritost tettem. Ebédre pedig felvágott a spiritost. Paprikával, paradicsommal, ubival. Trackmania Fazmo. Hoppácska. Mi a manóben? Én meg végigjátszottam az AC-t. Meg mentünk ma nagyon jó köröket a Siege-be. Nem volt motivációm fortizni kell. Ezt meg tudom érteni. Ezt meg tudom érteni, István. Mondjuk egy, én már egy pár napja nem nyomtam a fortit. Szomorú is vagyok. Tripla hambit eszel? De ott lennék! De ott lennék! Remélem nem felejtettétek el, srácok, hogy hétvégén vadásztali. Aztán pedig szektás, undorító dolgok. Milyen, hogy hamburgert eszünk, meg iszunk valamiket. Új. Én még nem játszottam szerintem Trackmaniával. Láttam, hogy ugyanaz a szinten maradt. Az igen, hogy stalkol az Istog.
Inkább oda menjünk fel, srácok. Mert legalább tudjunk ide portolni. Isa, Orosz, Fellegvár. És akkor ez itt már ellenséges terület? Nem. Még nem. Három barátom van Epiken, nem nehéz. Ja? Ha most nagyon rude lennék, akkor... kérdeznék valamit, de én egy rendes ember vagyok, úgyhogy nem kérdezünk semmi gonoszat istoktól. Azért a hétvégén ezt gondoljátok rám. Jó. Majd lefotózzuk, madari, mit szólsz. Hát én nem olyan ember vagyok, istom. Hát én nem tudnék ráfüggni a fazmóra benn. De a Trackmaniát lehet majd kipróbáljuk. Lehet adunk neki egy esélyt. Na hol van az állatom? Állatom, gyere! Mi ez a dobogó hang? Miért a frissítésekkel nagyon jól lett? Ja, én egy-két kört mennék max. Azt láttátok? Az micsoda? Srácok! Csillaghullás van. Wow! Wow! Epic! Na, ki támad rám? Keselyük! Star Wars-os event! Na. Kész! Elpusztítottak a szomron. Mi az Odyssey és Valhalla DLC-kkel játszott-e? Megéri őket beszerezni és ez a gamehez? Ne, hát nem. Mármint, hogy nem játszottam az Odyssey-vel, a DLC-vel meg pláne nem. A Valhallának a DLC-je, a Breath of the Druids, meg a, az a Dawn of Ragnarök, az tetszett például. Trackmaniát, ha elkezded, ne csináld a tutorial mapeket, meg kiéged. Hú, akkor azt kell nyomni tutorial mapeken. Szóval nekem a Valhallás DLC-k adták egyébként. Az Odyssey-t meg nem nyomtam. Tudjátok, mit kéne kipróbálni? Ezt. Nézzétek a HP-mat. Ez mi volt? Hát azt se tudtam, hogy hol vagyok. A láncsát akartam kipróbálni erre. Másik ultit nyomtunk el. Shit. A szemétje.
Na jó. Semmi gond. Hopp! Az enyém erősebb volt. Az mit tolt? Mekkora bét volt, hogy elájult erre, kipattan, mint a kukorica. Nem is értettem, hogy így most mi van vele. A Galatián. Bocs, nem tutorial, nem tréning. Megnézzük, megnézzük majd. Megnézzük majd a tréning mapokat akkor már. Én azt hittem, eskü, hogy megöltem a... az enemit, erre nem. Már megint hullanak a csillagok, srácok. Egyébként meg tudod mutatni, milyen fegyvereket szereztél? Persze. Ez ugye Ramsesből esett, a harmónia őrzője, azt hiszem. Azt hiszem, ez Ramsesnek a fegyvere. Igen, a királyok királya. Ez azért tetszik nagyon, mert életerőt kapunk találatkor. Másrészt meg sose játszottam zúzó fegyverrel, de elég jó movesetjeik vannak. Ez a Sarisa, ezt pedig azért raktam be, mert ugye azt mondtátok, hogy ezzel többet sebzünk. Kevesebb HP-nk van, de többet sebzünk. Igen, az enemy is elhitte, hogy meghal, de hát nem. Ide jövünk egy kicsit közel. Aha. Na, ő merre néz vajon? Felszállt, az gond. Na, ez gond lesz. Ez a harmadik kulcs biztosan egy készlet része. Biztos valami értékeset rejt. Na! Az utolsó kulcs. Jó, elfutunk innen. Találd meg Abárt a halászfaluban. Hihetetlen, srácok. Meghalt. Jó, szerencsére mi is égünk. Vége. Szevasz, Tony! Van ilyen átkozott fegyver, na azt hiszem minden típusból buzogány, kard és lándzsa, jól emlékszem. Igen? Na. Egy kis hóru szemével díszített kulcs, amely valamilyen ládát nyit. És valami írás is volt, de azt meg nem, tehát hogy így ETF, nem láttam, hogy milyen írás volt, srácok, hihetetlen. Találd meg Abárt a halászfaluban. Valami szövegről lemaradtunk, tehát hogy valami üzenetről lemaradtunk, srácok. Szóval oda kell menni. Jó. Látjátok, ezért is zavaró. Egyrészt mert totál fölösleges és idegesítő, hogy jönnek ezek a random enemik és így izé csak felcsesznek. Másrészt meg lemaradunk szövegekről.
Most például nem tudom, hogy mi az, amit még találtunk, mert hogy itt a felszerelések, vagy mi az az eszköznél nem mutatja. Igen, tehát akkor konkrétan nincs itt. Nincs itt az a cucc, amit ugye kiírt. Ez frusztráló. Izu, Tani. Szerinte nincsen út oda. Meg kell találni Babárt. Sorry, az óra, hogy kezdtél szédülni. Jó, az új szent? Ja, a legutóbb szereztük, elég királyul néz ki. Ha esetleg van köztetek olyan, aki így szakértője a játéknak, hány ilyen szetet lehet szerezni nem napi küldetésben, hanem simán mellékküldetésekben? Mert akkor azokat is még meg kéne csinálnunk. Vagy ma, vagy holnap. Ebből is például az lesz? Zsír? Krokokat kell ölnünk a kemény bőr miatt, igen. Kunyhók. És hárman. Szerintem nincsen. Azért kérdezem, hogy mennyi van srácok, mert akkor, ha, tehát hogy nekem nincs, tehát hogy én nem mentem rá ilyen armorokra, srácok. Szomorú halászfalú. Szóval ja, azért kérdezem meg, hogy mennyi van, srácok, mert nyugodtan mondhatok egy számot a hasraütésszerűen. Nem kell elmondanatok, hogy hol vannak ilyenek, mert azokat majd úgyis felfedezzük. Vagy így rámegyünk. Állj, ki vagy te? Én vagyok Babár. Egy férfi, aki tiszteli őseit. Úgy beszélsz, mint egy Magi. Mert az vagyok. És a kulcsot keresem. Még a testvéreimnek se adom oda, miért adnám neked oda? A testvéreid halottak. Bizonyíts be, hogy igazi védelmező vagy, és odaadom neked az utolsó dolgot, ami maradt, a kulcsot. Azt hiszem 3 vagy 5, aha. Krokodilok tartják rettegésbe a falunkat, innen keletre találod őket. Köszi, srácok. Becsülöm a kitartásod, én miután végigvittem, elment a kedve a mellékküldikta. Ha megmondom őszintén, a mellékküldetés iszonyatosan jók, és egy kicsit, hogy mondjam neked, a fáraók átka bosszai nagyon jól néztek ki. Nagyon, tehát hogy teljesen rendben voltak, jól néztek ki, viszont a fájtok azok így, hát, így egy kicsit, tönkretették a kedvemet. Kicsit elvették a kedvemet, vagy nem tudom. Tehát az, hogy Tutanhamonnál 50 percet töltöttünk. Nekem egy kicsit sok volt. És, ja. Souls game-ekben is sokat kell sok időt kell tölteni a boss fight-oknál, de ez így
nem volt jó. Ezek a boss fightok borzalmasak, mint sem kihívást jelentőek. Szenep, te Jenny vagy a táborod bizonyítja értékességét? Nem tudom elhinni, hogy ilyen közel vagyunk a faluhoz, és mégis egyikük sem bölcsebb. Majdnem elég érmét tettünk félre, azt mondom, ma este célozzuk meg az öreg Abár hölgy házát. Soha nem fogja megtudni, mi csapott le rá. Az igen. Olyan arcokat akartak kihozni belőlük, mint amilyen a Flavius is volt. Hát nem mondom neked... A bossok jól néztek ki, de a boss fight nem volt jó. A Flaviusos ilyen jócska, de nem volt jó. Legalábbis nekem. Lehet, itt lehet mondani erre, srácok. Ez volt az első AC, amiben ilyen boss fightokkal próbálkoztak. Legalábbis az új trilógiában. Na, például igen, a Valkür királynő a God of War-ban az kihívás, így van. Azt is amúgy meg kéne csinálni. Azóta nem töröltem le, srácok, a God of War-t. Mert hogy még meg kell ölni a Valkür királynőt. Igen, azt jól mondtad, hogy ezeket a boss fightokat normálra terveztek. Hát meg figyelj, ez volt az első AC, tényleg ilyen zével. Arra vársz, hogy mikor győzem le? Ja, azt mondom, még a mai napig nincs letörölve, mert azt meg kell csinálni. Azt meg kell csinálnunk. Na nézzük. Jó, hát akkor összeszedjük majd az armorokat, skacok. Ha nincs sok. Tehát, hogyha azt mondtátok volna, hogy 30, akkor azt mondod, hogy... De így, hogy azt mondtátok, hogy 3 vagy 5, így... Ja, megcsináljuk. Abár is szeretett volna Magi lenni. A filekekben nem szorult becsület. Itt a kulcs a harcos ládámhoz. Használd örökségem és tégy valami jót ezen a nyomorult világon. A láda a Nílusban elsüllyedve kicsit délre innen. Ezzel a zúzó fegyverrel könnyen lehet krokodilokat írtani, főleg ultiban. Meg hát kell krokodilokat írtanom, mert csak úgy lesz kemény bőröm. Nyersanyag farmolás ebben a játékban. Hey, what? Nehéz. Magyarózó. A kivégzés magyarózó. Hát igen, a későbbiekben még durvább lesz a farmolása a balunk. Azt hallottam. Négy kulcs, négy zár. Most pedig lássuk ezt a nagy harcos kincsét. A filekek prédája. Fekete csukja kinézet.
Akkor már mogyorósítást is raktál a játékba? Igen, igen. Ez már az. Most ez a set van rajtunk. Így néz ki. És most megnézzük a másikat. A fekete csukját. Bárki tud ölni, de csak kevesen csinálják ilyen stílusosan. Wow! Wow! Nem is rossz. Nem is rossz. De maradunk ennél. Ennél. Hihi. Nem, ez nem tetszik. Na, hát akkor küldik. A fény a dűnék között, csináljuk ezt. Az ítéletnap profétai azt nyilatkozták, hogy a desert, sivatag, a forrása a gonosz jelenlétének Egyiptomban. És sok nomád azt állította, hogy kísérteties fényeket és megmagyarázhatatlan mozgulódásokat láttak a környéken. Desert sivatag mehet. Az ott van, igen. Oda kell menni. Á, nincs is messze, srácok. Most úgy néz ki, hogy ilyen nagy vándorlásokat tartunk. Ja, jól néz ki ez a fekete szem. Az útkövetés nem elérhető. Ja, csak 3000 métert kell menni. Pikpakot leszünk. Pikpak. Játszottam-e már a Valhallával? Igen, igen. Felkiáltó-e játékok parancsa, meg tudjátok nézni, hogy mikor, mivel, mennyit játszottam. Mikor játszottam vele. Szerintem egy 20-30 óra bele ment a Valhallákba. De nem játszottam végig. Sokomban nem akar jönni, gyere csak. Szevaszás, Dalár, szevasztok, skacok. Már veszük ezt a szinkronizációs pontot. Vajon hol lehet majd ott szinkronizálni? Ez megint ilyen semmi közepén szinkronizálós pont. Engedj le! Oké. Okay. What? Na ez elég durva, srácok. Itt egy Horus ökőkör, és itt jártunk, de nem szinkronizáltunk. Találtál, ott van egy doboz VHS kazettát? Az igen. Bárcsak én is még tudnék a első meg a második
lakásunk táján kutakodni. Akkor még meglennének a régi diablós mentéseim is. De sajna már eladtuk azokat a házakat. Mármint a szülők eladták. Bár van még egy 1000 éves gépem. Egy, hát kb. 15 éves gépem. Amiből hiányzik pár dolog. De van valami Atira Deon benne. Nem tudom, el tudnám-e még indítani. Egy kazettán Hofi Pumukli. Az igen. Tök király. A Lego Millennium Falcon az is 1000 éves. De a sólyom, a sólymok nem játszanak. Szerinted ha a gépemben nincsen USB csatlakozó, akkor hogy tudnék rajta filmet nézni pendrive-ból? Van rajta PC csatlakozó, meg HDMI. Hűha. Mi az a PC csatlakozó? Ja, hogy a TV-n. Ja. Hát figyelj. Hát teszel hozzá ilyen külső lejátszót. Kb. Most egy hirtelen a Chromecast ugrott be, de ahhoz, tehát hogy az önmagába, az vagy HDMI is, vagy USB is, nem tudom. De van ilyen külső dobozja. Vannak ilyen külső dobozok. Na, itt már nagy dobogások vannak, srácok. Új tévékkel! Na, szép. Nekünk is kb. 10 éves LG tévénk van. 1366x768-as felbontása. Aranyfény. What sort of men are these? A mogyorózó. A homok ember kapta. A LibreElec az menő. Jó kis kódizások. De ilyeneket használsz, hogy a karcoló vagy, honnan tudsz ezekről? Hopp, az leesett, srácok. És... Ford Debics be meghalt. Van TV box, azon keresztül nem lehet USB-re lejátszani. Nekünk olyan TV boxunk van, amiben nem lehet USB dugni. Azt hiszem. Halottak felébrednek? Az a kérdése Bayeknek. Nagyon szép a sebzés rájuk. Nem emlékszek itt homok emberekre, se ilyen villámlás ebben az épületben, ez fura, vagy hogy van ez? Hát én nem vágom, Bazsi, hogy ez micsoda, de mindjárt kiderül. Én majd az új remastered pókembert várom, azt szeretném kipergetni. Nekem az megvan PS-en, de most végig fogjuk majd nyomni PC-n.
Fú, de idegesítő vagy! Na, végre. Mennyi szikrán van? Olyan 100 körül. De mindjárt megnézzük, Kristóf. Jó? Ja, 86. Na, a kelgyó. Na, a kelgyó. Most a kelgyó. De ez srácok, ez miért ilyen hülyén van megcsinálva, vagy bármilyen fegyver? Bármilyen fegyverrel jövök. A kígyók. Vagy ha kettőt vagy hármat kell ütni. Mert a kígyót nehéz magyarozni. Én nem, mert nálam dedikált HTPC van, de apámnak összeraktam egy ilyet, bár az hálózatról játssza a filmeket, nem USB-ről. Mert nem 2050, hogy pendrive-val szolgáljon mindenki. Bármi is. Az igen, nézd meg, milyen rektálást nyomít szféra karcoló. Bocs, nem arra gondoltam, a citrom sárga színűre. Ja, kovakarc. Hát igen, akkor az isú armor az valószínűleg rippentyű. Na tessék, rögtön szedtünk is egyen. Keménybe nyomják, srácok. Uhú, a magyarózó! Jaj, de jó. Jaj, de jó! Viszlát! Azt hiszem ezen a területen van 13 ilyen kovakarca, többi meg a sírhelyeken van. Ez szívás akkor. Mi a fene? Ősírás a régi királyságból. Set Anat sírboltja. Plusz egy képességpont. Hát akkor tényleg azt az armort, azt valószínűleg nem fogjuk összeszedni. Dicső Osiris Unnefernek, Abydos nagy istenének, az örökké valóság királyának, az örökké valóság urának, a mérleg őrzőjének, aki több millió éven áthaladt az ő létezésében, őrizd ezeket az elesett harcosokat, ős lelkeket, akik az örök királyság védelmében haltak meg. Adj nekik ragyogást a mennyben, a földön, és győzedelmeskedj Neter kertben,
Adj nekik süteményt és sört. A vezetőjükkel mennek, a nagy Amneher tábornokkal. Keneb Tokahaye. Mindjárt. Sok itt a lúc. Mindjárt segítünk. Én vagyok a nagy Amneher tábornok, az örökké valóság királya velem van. Én vagyok a nagy isten a naphajóján. Harcoltam a nóbiaiak ellen. Elvettem tőlük a legbecsesebb hercegüket, és megtartom a Pigmeust jutalmul. A férfiak sírnak és a nők gyászolnak, mert elmegyek ebből a birodalomból, és elhajózom a következőhöz. Loot. Loot. És loot. Meg még loot. Tényleg jó sok kovak harc van itt. Ahol itt a szkennelés lezárál. Helyez 5 kovakarcot az aktiváláshoz. Á, szóval hogy ezért van itt ennyi kovakarc. Na jó. Szerencsés vagyok, hogy túléltem. Katonáknak öltözött halottak támadtak meg. Magam találkoztam velük. Hogyan kerültél ide? Az elveszett hadsereget jöttem keresni, Cambyses-ből. Ez egy régi legenda. Ezrek, akik örökre átévedtek a homokviharban. Úgy hiszem, sok aranyat vittek magukkal. Ahogy közeledtem, láttam egy aranyfényt. Ha már lút, legyen kövér? Igen. Végre azt gondoltam, az istenek engem választottak, hogy megtaláljam az elveszett sereg kincsét. Kalandozó vagy, vagy sírrabló? Egy férfi, akinek élnie kell. Amikor beléptem, holtesteket láttam, akik évszázadok óta halottak. Azon túl egy ragyogó tárgyat. Megragadtam, és azonnal szörnyű hangokat hallottam. Felpakoltam a tevémre olyan gyorsan, ahogy tudtam. És rémes katonák... támadtak meg. A teve a sivatagba menekült. Tessék, biztonságba foglak vinni. Nem, meg kell találnod a tevémet és visszahozni azt a tárgyat. Biztos vagyok benne, hogy visszahozza az elveszett hadsereget a halálból. Kiderítem, mi történt, maradj rejtve. Srácok, ez engem most érdekel. Ez egy 5 percnyi móka lesz. Újraköldés, 5. rész, kontemporalitása. 105 nap telt el a nagy katasztrófa óta. A hírnök beszél. Kék szín. Azt hiszük, mindenki ugyanolyannak látja, mint mi. Az óceánt, az eget, a nemzetközi Klein kéket. Honnan tudjuk, hogy a tiéd és az enyém ugyanolyan árnyalatú? Valóban úgy látod, ahogy én? Frekvenciák olyan magasak, hogy csak kevesen hallják. Egyesek ízérzékelése jóval fejlettebb másokénál. A legtöbb szín az emberi számára láthatatlan. Egy magas hang, ami olyan, mint egy élő üveg. Az érzékelések formálják a valóságot. Színvakság, fülzúgás, szuper ízérzék, retrakomácia, szinesztézia. A realitás egy matematikai modell, amit a szemlélő újra és újra megold. Gondolataid a számítások, azzá formálják a világot, amit a sajátodnak hívsz.
Nem minden feldolgozó egység ugyanolyan. Különböző agyak különböző valóságokat produkálnak. A variációk egészen a jelentéktelentől a drasztikusig terjednek. Az elméd határozza meg, mennyit ízlelhetsz, mennyit érezhetsz, mennyit érthetsz meg. Az érzékelések határozzák meg a perspektívát. Ahol valaki koponyát lát, más egy nőt a tükörben. Ahol valaki a csendet hallja, ott más az elbűvölő hangokat. Azt tapasztalod, amit az agyad befogadni képes. Mi alkotunk és gondoskodtunk, hogy csak azt legyél képes befogadni, amit akarunk, hogy befogadj. Se többet, se kevesebbet. Vannak részei az időnek, amiket szeretünk volna, ha nem látsz. Ez szükséges volt. Nekünk 6 érzékünk van, neked 5. Tudod, melyik hiányzik? Hát nem mondja el. Vagy nem értjük. Évszázadokig az emberiség a szabadságért harcolt. Az igazi ketrec nem körülötted van, hanem benned. Az elméd nem fogja elengedni, hogy felfedezetlen területekre tévedj. Egy Faraday kalitka az elmének. Egy rejtett kényszer zubony. Az olyan események, mint az Upshweb és Julia tüzelik fel az internetes összeesküvőket. Ismeretlen hangom, melyeket csak egyszer hallanak. Egy szekrényi régiség a modern kornak. És mégis voltak üzenetek, pont mint ez is, melyek csak a megfigyelőre vártak, a kompatibilis feldolgozó egységgel. Emberi látnokok ráeszméltek a korlátaikra. Zavaros kutatási papírokat írtak, népszerű tudományos fantasztikum novellákat. Néhányan azt kérték, állítsuk meg a világot. De csak ennyik voltak. Fikció. Mi mások lehetnének? A valóság az, amit a megfigyelő enged, hogy legyen. A Doppler effektus, a Möbius szalag, a déjà vu. Cicada 3301, UVB 76, Heuréka effektus, apigrammák és anamorfózisok. E versus NP. Schrödinger macskája él vagy halott? Attól függ, mit fogadsz be, hogy mit nem rejt el előled a ketrec. Gondolkozz, tárd fel az elmét, fedezd fel a valóságod határait. Imád lassan 110%-nál járok? Igen. Hol az egerem? Upshweb és Julia. Ez micsoda? Ezek valami meg nem magyarázhatatlan hangok. Nem beazonosítható hang. Wow! Ajaj! Hát igen, ezek ilyen természetfeletti dolgok, vagy meg nem magyarázható dolgok. Bennem azonosítható dolgok, amikről beszéltek nekünk itt az isuk. Ha jól értem, srácok. Igen, és most ki kell menni. Szia, Silla bácsi, te 30%-et játszottad ki az Origin-nek? Hát mi nem tudom, hogy hol tartunk. Én egyébként Raspberry Pi-re raktam kodit be. Hát az...
Az első generációs Raspberry nem bírta annyira ezeket a dolgokat. Hát szerintem nem kaptunk, nem kapunk százalékokat Isten. Most. Jó, sötét van. Visszanézek ide a játék, vagy tényleg vannak ilyen harcok? Á, ez csak ide képzeled, Bazi, itt nincsenek harcok. Magyarózások. Persze. Persze, lőjetek még ott ilyen szokkal. Igen, igen. Pont mondani akartam, hogy milyen vicces lenne. Na hé, na hé. Na most álljon meg a menet, álljon meg. Na. Harmadik, negyedik generációs Raspberry, már szépen mennek ezek a dolgok. Nekem még első generációs volt. Meg vettem ilyen... banana peat is. Akkor még nem volt ugye újabb generáció a Raspberry-ban. Tehát a banana peat, a legnagyobb gond az, hogy ugye nincs támogatva. Egy elég gyorsan elévült. Mire használtam ezeket? Hát ilyen szerver, így szórakoztam vele. Akartam rájuk programozni, de hát ami lett belőle az az, hogy a LED-szalagot állítottam belőle. Amelyet állítottam bele. Vettem hozzá LED-szalagot. Adapterrel azt azzal állítottam. Aztán amire sokáig használva volt a banana, vagy a Raspberry, nem emlékszem, az az volt, hogy küldtünk rá zenét. Arról hallgattunk zenét az irodába. Nekem tetszett a koncepciószféra karcoló. Igazából. Jókor jött a homok VR, az a helyzet. Mizu, hasonnan foson, szevasztok, srácok. Itt a tebe. Mit csinálnak? A tebe meghalt, ahogy látom. Szegény állat.
Ez az. Azonosítatlan műtárgy. Jézus. Védd magad, azt mondja. Na hát, sok mindent lehet látni. Az... az jó, az jó. Nagyon nagy a gond, srácok. Elfogyott a HP. Meg nem látok semmit. De hát, hogy így ezt hogy lehetett megcsinálni, srácok? Tehát ugye, hogyha elnyomjuk a sárga ultit, vissza kell vinni ezt arra a helyre, hogy elmúljon a rémálom. Szóval elnyomom a sárga ultit, akkor minden sokkal sárgább lesz, meg világosabb. Hát itt meg láttátok, nem lehetett látni semmit. Nem úgy volt egyébként, hogy ez a fegyver tölt vissza HP-t? De, töltött vissza HP-t, csak beleálltam ugye a... Beleálltam a tűzbe, és a tűz az nagyon drasztikusan veszi le a HP-mat. Szóval a műtár, hát igen, tehát konkrétan tűzzel meglőttek, és elégek. Balra-jobbra. Milyen kedves. Most már fixen elégünk. Big like ez a küldetés. Big like. Very big like. De jó ég. Ja, hát lefutunk. Hát, hogy nem fogunk velük harcolni. Hello, Bello, kedves ellenség, hello! Ízom benne, hogy jó fele megyek. Hova ment? Are you here? Itt kint is néz szerintem fel a sziklán, mert lehetnek ilyen kovak arcok. Oksi! Vigyünk oda téged, ahova tartozol. Na hát feltámadt mindenki. Menekülés a sírba. Ja? Akkor... szevasztok. Menekülésben... nagyon jó vagyok. Jó! Egy kis időre eltűnök, úgy rendítom a gépet, mert frissebb, mint én vagyok. Azt hiszem erre. Jobbra-balra. Szetanat sírboltja. Róla mit kell tudni, srácok, Szetanatról?
Gyere, paripa, gyere! Hát ez mi volt? Ez milyen dolog volt? Mi volt ez a... az aljasság? Hát most meg konkrétan nem tudom hívni a paripámat. Akkor jó. Tehát, hogy ez szkriptelt. Szevasz, Masty és Matyi. Hol vagyok? Végre felébredtél? Megtaláltunk, ahogy a sivatagba vándorolsz. Hol van a kalandor és a tárgy? Mi csak téged találtunk, ahogy motyogsz az elveszett hadseregről. Harcoltam olyan katonákkal, akik visszatértek az alvilágból. Reméljük, hogy csak déli bábot láttál, Téba különös romjai mindenkit megrémítenek. Imádkozz Osirishez, hogy ne legyen igazad. Lélekfogó, könnyű íj. Hermopolis. És azt mondtátok, hogy itt még vannak olyan csillagszilángok. Jó. Oroszlán barlang. Szia, Mr. Kovi, szevasztok, srácok. Na, ott egy küldi. A Mátriárka. Én most ezt szeretném csinálni. It's your own fault. You've been hiding. Elrejtetted előlünk az ópiumot. What did you think the commander would do? Gentlemen, there is no need for further hostility. Nincs szükség az ellenséges viselkedésre. How do you know my name? Honnan tudod a nevemet? Nothing much happens in Kerke, I do not know. Ő mindenről tud Kerkében. Your wife just had a feleséged nemrég szülte meg a második gyermekedet. Te pedig kávébab vagy. That is right. Így van. A katonák nem fizetnek eleget neked, ínséges napok köszöntenek be, ha megjön az új baba. Neked is, Harry Hor. Tudom, hogy beteg az apád. El kéne némi segítség. Kinek nem? Majd küldök egy kis ajándékot a családotoknak, csak hogy könnyebben átvészeljétek a hónapot. Elég. Jól van. Tovább mehetsz. De ne feledd, nálunk van a lány. Ha még egyszer baj lesz veled, sosem látod többé. Segíthetek? Egy Medzsáj? Merimát vagyok, a falu vezetője. Á, ne is törődj velük, csak Ptolemaiosz katonáinak közvetítői voltak. Megegyeztem a parancsnokukkal. Ópiumot és mézet ígértem nekik a falu védelméért cserébe. Miatta kell aggódnunk? Jól hallottam, túlszul ejtettek valakit? Ha, épp mint a régi idők Medzsájai. Ha annyira hősködni akarsz, egy katonai táborba vitték a lányt. Innen nem messze. Ha még él, ott fogod megtalálni. Nem soká visszahozom őt, Meritmát. Aztán eldöntheted, hogy hős vagyok-e vagy sem. Egy mézős ópiumfarm Kerkében régóta ki van szolgáltatva egy Ptolemaida parancsnoknak, aki elveszi a termést. Nemrég elrabolt egy fiatal nőt a földekről, és a farm mátriárkája félti a nő életét. Felfedi Bayek előtt a kizsákmányolás és a gyilkosság nyugtalanító történetét. Hadd szóljon! Tehát Kerke rakpartjánál tartják fogva a várostól keletre. Hie, hie!
Srácok, egy újabb tábort kell kiirtani. Halt! Stay there! Azt mondod? Tessék. Tényleg elég durva lett Senunak az érzékelése. Egy kapitány, egy kincs. Heavy load of pain. Most átszézünk, vagy én hackes kod megy? Hát egy kis ez és egy kis az. Az gond. Alarm, follow me, tessék! Itt az elrabolt lány, bedrogozták, de még lélegzik. Na gyere! Gyere, drogos lány! Kál drogós lány! Mizug áldrog! Beszélj a megmentett ússzal. Jól vagy? Bedrogoztak. Igen, köszönöm. Én az istenekre. A parancsnok fel akart rakni a következő ópium szállítmány mellé. Elküldeni valahova. A parancsnok? Tudod, hol lehet? Azt hiszem, elhajozott a táborból. Ennyire emlékszem. Sajnálom. Rendben, menj, keresd meg Merit Mátot! Ne hagyd, hogy a katonák meglássanak! Nekem is vissza kéne mennem Merit Máthoz. Beszélnem kell vele a parancsnokról. Erre rá, Tony? Merit Mát! Találtál valami easter egget a Final Fantasy-n kívül? Nem. Más nem még, Bazsi. Mecsáj! Hallottam, kiszabadítottad a lányt? Parancsnok nem volt a táborba, de el kéne intéznünk. Mondj el mindent, amit tudsz. A helyi katonákkal meg a közvetítőikkel elbírok, de a parancsnok, mint a veszett vad. Gyilkos, vele nem mernék szembeszegülni. Pár éve már ejtett egyszer egy túszt, a saját lányomat. Akkor nem járt erre Medjay, hogy megmentsen minket. Végzett vele, hogy biztos együtt működjünk. A falu érdekében nem tettem semmit. Van egy ötletem, hogyan juthatnék el hozzám. Az opium szállítmányokat lecsúsztatják a folyón. Ha követem őket, rátalálhatok a parancsnokra és feloldom az egyességeteket. Horus vezesse a pengédet, Medjay. Dövd mélyre, ne ismerj kegyelmet. A parancsnok legalább annyira bűnös, mint Szét. Hogyan történt ez az egész? Mézet és ópiumot termelünk. Ezek olyan árucikkek, amit a sereg nem tudott nem észrevenni. Először megpróbáltak elfoglalni a falut, néhány férfi ellenállt, mire lázadóknak és árulóknak. Bélyegezték, majd levadázták őket.
Akik túlélték, éjszakra mentek. Ironikus módon tényleg csatlakoztak a lázadókhoz. Ópiumot és... mérget küldünk nekik, amikor csak tehetjük. A parancsnok gyanút fogott, úgyhogy újabb túsztájtett. Ha nem mented meg, valószínűleg ő is holtan végezte volna. Gondolom lesz erre a gyilkosra. Ígérem. Megtettem, ami módonban állt. Egészen eddig sikerült megakadályoznom, hogy mást is elvigyenek. De sosem leszünk szabadok. Amíg a parancsnok életben van. Jó. Srácok, nem tudna valaki segíteni? A Windows frissítésen beragadt 96%-nál. A telepítés meghal. Hát ilyenkor ilyen izét szoktak javasolni. Scan disk, check disk, ilyenek, nem? SCF, akármi. Ilyen parancs megoldások vannak erre, nem? Sokszor egyébként azt vettem észre a gameben, amikor játszom, hogy a mellék küldik sokszor még hosszabbak is, mint a főküldetés. Ja, ez most egy hosszabb mellékkód, igen. Megmutatom el a skint? Persze. Ez az, amit legutóbb szereztünk. A DLC-s. Majd holnap kiderül, Bazsi. Holnap majd lehet segíthetsz abba, hogy más easter egg-eket nézünk. És ott van a vizen a parancsnok. Az jó. Közelharci sebzés növelés. Rejtett penge sebzés növelés. Hát a közel harcit kell nyomni. Gecseru? Mennyi pénzünk van? 25 000. Na gyere! Herheru? Gecseru? Majd úgyis izé... megnézem holnapra, hogy milyen easter egg-ek vannak, ha már utolsó stream, Pazsi. Ilyen érdekességeket akkor szeretnék mutatni a kövi streambe. Az ilyen checkdisket kell lefuttatni, azaz ben. Köszi szépen, hogy eljöttél, értem. Ki gondolta volna, hogy ott van, srácok? Senki nem gondolta. Katonai hajó ópiumot szállít a Nílus mentén. Miért tűri meg a parancsnok azt a Meritmát banyát? Szevasztok! Na gyere! Oh.
over here! Come, brothers! Valami édes illatot érzek a levegőben. Ópium. Ez lesz az a hajó. Árujegyzik, a hajót Memphisben pakolják ki. Ott lesz a parancsnok. Na jó, és az ópiumot nem hozzuk el? Sose ópium elhozás, srácok. Jól van, köszi Bazsi. A mátriárka küldetés ott folytatódik. SSD-n van? Nekem is SSD-n van. Szerintem lassan 10 éve már csak SSD-n vannak az OP rendszereim. Let's go, jó kis AC. Valahol ebben a városban a parancsnok, valószínűleg a kikötő közelében. Na gyere, keszeg! Menjünk! Nyomod! Nyomod, keszeg! Majd úgy nézd meg, Tony, hogy amit írt Ben, azt úgy kell beírnod, hogy a GP update per force, tehát GP update, focus force, majd hogy focus per force, ez egy parancs, a másik pedig a másik parancs, amit írt. Jó, most már mehetünk. Ja, hát bent van a srácok a kis állatom. Jó. Elvileg itt van. Vigilántusok itt a gárdok? Hello! Az ott a kapitány! Kapitánynak különleges bánásmód kell. Ez mi a fene van? Kész. Ja. Sikerült. Csak gyorsan klippelnem kell. Klipp, hol a klippem? Ott van. Remélem, hogy sikerült vagy lefotóznom, vagy kiklippelnem, mert nem akarunk ezekről lemaradni. Lefotózom, mert pont nem sikerült, remélem, hogy a klip az összejött. Ja, a klip összejött. Na, különös, hogy lassan sajátomként tekintek Merit Matt lányára. Mikor elraboltam a tervek szerint, csak addig tartoltam volna meg zálogként,
amíg szükséges lett volna. Aztán végzek velem. Kevesebbel nem sikerült volna elérnem, hogy az a makacs vénasszony féljen tőlem. Márpedig teljes együttműködés, csak így várhattam tőle. De mikor eljött az idő, képtelen voltam megtenni. A saját lányom is nagyjából olyan idős lenne, mint Ipi. Való igaz, amit mondanak, egy gyermek halálát sose feledi az ember. Ipi lett a vigaszom. Az egyetlen, amitől félek, hogy megtudja az igazat. Minden bizonnyal meggyűlölne érte. Sose tudhatja meg. Ó, srácok. Akkor él a gyerkőc. Van itt valami lót? Látszólag nincs. És elvileg itt van a víz túloldalán a lány. De most velem harcolsz? Na, te most így menekülni akarsz? Igen, elmenekül, srácok. Na hát, na. Egészségedre. Szóval itt van Merit Mátnak a lánya. Üdvözöllek, Nebet. Te vagy a parancsnok lánya? Igen, segíthetek? Én rossz híreket hozok, de hinned kell nekem. Édesanyád még életben van. Az anyám? Gyerekkoromban magamra hagytak. Hogyan lehetséges mégis? Ki vagy te? Van nálam valami, amit a Nem sietetlek, de döntsd el, mit szeretnél. Az anyád kerkében van, délre innen. Nagyon hiányzol neki. Ha visszatérsz hozzám, mondd meg neki, hogy a Magi barátja elvégezte hűsi feladatát. Köszi, Mr. Kovi. Azt hiszem, szerintem megyek Origins-ezni, hogy visszaszokjak az irányításhoz. Újra akarod kezdeni a játékot, Bazsi, vagy hogy? Na, itt volt ez a küldi, itt van Kerke, itt csináltuk meg ezt a mellékküldit, és hát itt ez Memphis, és itt rengeteg mellékküldetés maradt. Az utca gyermekei, például ezt meg lehetne csinálni. Mit szóltok? Megcsináljuk az utca gyermekeit. Nem kezdem újra, mert be se fejezted. Be se fejezted, Bazsi! Micsoda eretnekség! Menekül! Medzsáj, kapd el azt a kis semmire kellőt! Gyorsan! Egy Magi-nak gyorsabban kellene futnia. Hogy tud egy gyerek ilyen gyorsan futni? Hoppá, véletlen eloltisztunk. Verd ki a fogukat! Na mi van, kiskölök? Azért hoztál ide, hogy megszabadulj ezektől a banditáktól? Így van, nagyon okos vagyok, mindenki ezt mondja. Hogy tudtak a banditánk átverni és dolgoztatni egy ilyen okos fiút, mint téged? Nem dolgozom nekik, ez a gonosz öreg asszony bezárva tart egy csomó gyereket. Arra kényszerít, hogy lopjunk neki. But she never came. Aha. Will you look for her? I'll steal you an apple. Szóval. Hey, you don't need to buy my help. It is yours for free. A nővérét szeretné megtalálni. And mine's Ifri. Ő itt Ifri, és a nővére pedig Kavit. És nagyon dühös a nővérére.
Miután megment egy utcagyereket a banditáktól, Bayek rájön, hogy a nővére Kavit eltűnt egy csapat gyerekkel együtt. Hogy megmentse őket, követnie kell Kavit nyomait Memphis szerte. Rengeteg színes egyéniséggel találkozva a menet közben. Szóval el kell menni a hajógyárhoz, mert ott látták legutóbb a nővérét. Hemset her au yes. Mi történt az utcai csibész nővérével? Mutasd át a hajógyárat. Jól van, Ben, köszi, hogy itt voltál. Szép napot, szia, szia. Ó, a hajó a száraz dobba volt, mikor kigyulladt. Olajnyomai. Egy olajárus. Talán látta Kavitot. Ott a leégett hajó árbóca. Egy színes vitorla. Szokatlan. Ketrecekbe tartották a gyerekeket. Szevasz, szemáz! Köszi szépen a 11 hónapnyi töretlen támogatásodat, mi újság? Köszi szépen a feliratkozott vadásságot és a moderátorságot egyaránt. Sok a meló, nyomjad, nyomjad! Kitartást hozzá. Ha összetöröd a korsóimat, összetöröm az arcodat. Stop, you brute! I will talk! Azért észre, te szörnyű ember vagy. Mi lett a lányjal? Kétszer néztem meg, másodjára láttam, ahogy ellopja a legnagyobb korsó olajamat. Úgy eltűnt, mint egy démon nappal. Mikor visszatértem, harami elpusztították el az áruimat. Hogy süllyednének a Nílus fenekére. Szerintem értem, mi történt itt. Kavit ellopott egy korsót olajat a kereskedőtől, majd éjszakáig bújdosott. Az éleple alatt olajat öntött a hajóra és felgyújtotta. A tűz lángokba borította az egész hajót. Amíg égett, Kavit kiszabadította a fogságban lévő gyerekeket. A banditák biztos elkapták. Aki a hajó, az lesz a felelős az elrablásokért. Hogy haladunk? Hát... csináljuk a melléküldiket, és megöltük az összes filakitájt. Csináljuk a melléküldiket. Izgalmas és érdekes sztorikat kaptunk eddig. Ezen a pénzszak a meló voltból, csak kicsit eltűntem, nem miattatok volt. Ja, hát, sejtettem, hogy nem hallottál minket. Úgyhogy, no para. Meg Adri mondta. A gyermek rejtek hely. Vagy gyermeket rejtenek? Nem tudom. Köszi szépen, srácok, a pergetés szemáznak. Apagogás rejtek hely. A gyere! Gyertek! Dabürü killü! Gyere csak ide! Te ijász! A magyarózó. Beszélni kell a kereskedővel. Jól telt amúgy a nap, nagyon jó szícsköröket tudtunk menni szemez, aminek nagyon örülök. 4 win, 2 lose volt, 1,6-os KD, vagy 26-os, nem tudom. De nagyon jó menet volt. Nagyon menő ez a szerelés.
a második DLC-ből szereztük. Ilyeneket még szeretnék, csak hát az egyikre azt mondták a srácok, hogy nehéz az issue armor. Sok nyersanyag kell hozzá. Ja, ez a fegyver nagyon kemény, Kobi. A bátyát küldött ide. Hol van Kavit? Elvitték őt és mindenki mást is egy házba a városban. Gaia nevű gazdag asszony házába, a Hathor templom közelébe. Szóval meg kell találni Kavitot, és ki kell szabadítani Gaia villájából. Jó. Ez a fegyver kegyetlen, már nem is assassinként nyomjuk itt srácok, hanem csak úgy nyomjuk és öljük a nubokat. Most már egyszerű ez. Hoppá. Most már egyszerűbb azért a játék. A diótörő, igen. Megvan. Megtalálta önön magától. Nem is gondoltam, Szemász, hogy te így este is dolgozni szoktál. Hen Harriet! Yahoo! Na nézzük, hogy kell oda bejutni. Ide! Nincs kulcsom az árkádhoz. Akkor szerezd meg azoktól az asztal... Aha, értem. Hogy beszél ez a Kavit? Hát mindjárt hozunk egy szappant, azt kimossuk a száját. Két állásom van, ez a másod állásban előfordul. Áááááá, értem. Erről nem volt szó. Erről nem volt szó, ne haragudj. De hova menekülsz már? Hova? Nem enged! Hú, ez most elég bágos volt. Még mindig vannak? Na. Jó. Most már mehetünk le. Megvan a kulcs. Élj örökké! Nev küldött? Nem, a kis Ifri. Merre van? Ezt meg hogy érted? Egész ideig követtelek. Visz haza Matiát. De miért nem mész velük? Megkeresi azt a római rohadékot, aki ezt csinálta velük. Nev házánál találkozunk. Azt mondta. Milyen határozott csajszín. Na elvileg akkor most új küldit is kaptunk. Beléptem a játékba, elkezdtem keresni azokat a romokat, ahol az az easter egg van. Ja. Ja jó, azt hittem, hogy az a küldi, amit csináltunk. Melyik lehet ez a küldi? Melyik lehet ennek a küldinek a folytatása?
Az utca gyermek. Children of the Streets. Ez egy sidequest, igen. És mi a folytatás? Pillanat, srácok, csak ezt a történetet szeretném folytatni. Mortem Románom. Aha, az lesz akkor. Csak hogy összefüggő legyen a történet. Necseru! Csúnya dolog ölni a gyerekek előtt. Mi történt itt? Ki volt ő? Nef. A gyerekek apának hívták. Ez a háza. Megsérültél? Leszarom. A romai boszorkány, amelyik azt tette, ma hajózik ki Alexandriába. Meg kéne őt ölelni. Meg kéne ölni. Ő szeretné megölni. Sikerült arra rábeszélni, hogy ne jöjjön velünk, hogy védje a gyerekeit. Színes vitorlájú hajót kell keresni. És ott van. Hát oda megyünk, srácok. Nagyon mocskos szájú. Én amúgy azt hittem, hogy izé, tehát hogy fiatal csajszi. Hát fiatalnak fiatal, de azt hittem, hogy gyerekről van szó. Te hújje! Már keresem is, hogy honnan lehetne szappant szerezni, srácok. Találd meg és öld meg Gáját. Memphis és Alexandria között hajózik a Níluson. Szerintem az lesz az. Ja. No, akkor már csak egy hajó kellene. Egy jó kis krokodilfészek. Itt van valami erős krokodil, srácok. Jó. Ez még belefér, srácok. Na gyertek, Rokik! Kemény bőr a szkálló, úgyhogy azért csináljuk ezt. Na és ott a fő kroki. Mert az ulti. Egy csapás. Még egy csapás. És kész. És 10 keményből. Megérte. Hát itt úszunk egy kicsit, majd jön értünk egy hajó. Medzsályokat mindig megtalálják a vízben, srácok.
Na tessék. Én már ki is nézett magának. Köszi, köszi. Köszi. Na. Jó, beúztuk a féket. Úristen, ki volt az? Ki volt az? Meghalt a csaj abba, hogy belement a hullabűzbe. Jól láttam? Igen, jól láttam. Abban meghalt, hogy megszagolta a hullát, és azt mondta, hogy büdi. Kavit megkapta a bosszúját, remélem csendesíti majd szívét. Igen, igen, ebbe halt meg. Timehotep dala. Van még egy olyanunk. Vagy álom a hamvakból. Mehetne az álom a hamvakból. Vagy az információs asztal. Szappant majd postázó neki, srácok. Hogy ne veszélyen többé mocskosul. Te ellenség vagy? Nem én voltam. Beleszaladt a pallosomba. Esküszöm, nem én voltam. Vér a vízben. Miért mit csináltunk? Tomozé, a krokodilvadász túlterhelt. Felbérelték, hogy kordába tartsa a krokodil populációt, de a probléma túlnő rajta. Ki más, mint egy nagyszerű Magi lenne elég bátor, hogy segítsen? Én tuti csináltam már ilyen küldet. Nagyon csúnyán. Talán ez volt az a karakter, ami a legcsúnyábban beszélt. Konkrétan azt mondta, hogy az őröknek asztal péniszük van. Nem tudom, hogy ez mit jelent, és lehet, hogy nem is akarom megtudni. Bár lehet, hogy ez egy betegség. Medjay! What does this boatman want? Ott mit csinál, srácok? Szerintem ő nem érti a szituációt. Elfogadnál engem utazótársadként? Új nevem is lenne. Tomozé a rémséges. Mármint, hogy Tutmozé. Hallottál már erről a helyről? Krokodilok hámzsegnek a folyosókon.
Nyomta a bugit. Engem béreltek fel a bestiák megölésére, de valaki vért öntött a vízbe, hogy felbőszítse őket. Úgy ide csapom le a krokodilokat, mint más a szúnyogat. A bére felét nekünk adja, hogyha megöljük a krokikat. Medjay a magasztos. Van egy rejtett barlang a közel a város északi határához, találkozzunk ott, azt mondja. Eljut eszembe egy régi indián közmondás, nem nevezd a krokodilt nagyszájúnak, amíg át nem kell szaníruson. Ez most nincs meg, szemez. Ott a vér. Sokkal agresszívebbek és szívósabbak, azt mondja. Nem lesz gond, srácok. Nem tudok megmozdulni. Akkor mégis, hogy gondolsz. Hát, hogy... Nem az volt a gond, hogy... beszorítottak, hanem, hogy nem mozdult a karakterem. Elvileg még van egy. És még egy. Ez jó volt, szia Varga. Pile. Crocodile. Ah, oh no. He's rubbing off on me. Palota alatti barlangba várnak. Ja, értem, Szemenz. Hova kell mennünk, szerintetek? Szevasz, Connor! Nem tud felmenni, srácok, a lépcsőn. Palota alatti barlang. Hoppá, ott valami interakció van. Tartozol nekünk, ha értékes az életed, de mindent vissza fogsz fizetni a következő teli hold előtt. Hagyd egy táskában a raktárban az üres üvegek alatt. Na, ott van. Connor, most már be tudod fejezni tényleg az AC végigjátszást, mert tegnap végigjátszottuk. Wow.
cave rhymes with brave. Missed that one. I am still missing a clue, Medjay the true. Mindig is nyomom, Medjay, az igaz. Cave rhymes with hello, hello. Come back. Gyere vissza, amikor sötét az ég. Jó. Nem csinált semmit. Nem csinált az égvilágon semmit, azt még meg is várakoztat minket. Tele van szobákhajókkal, a hó tele van emberi maradványokkal, ide akarják vonzani a krokodilokat. De miért? Ki tudja a gonoszok miért gonoszkodnak? Két ember pakolta a testeket csónakokra és azokkal ment el. Véget vetünk ennek az egésznek. Ő, mint hűséges segítőnk, megmondja, hogy hol vannak a gonoszok. Egyik a palota felé ment, a másikban a mumifikáló templomhoz. És a fizetségének a felét nekünk adta. Jaja, végignyomtuk bizony. Annyi, hogy nem 100%-oljuk. Hát valószínűleg amúgy nem lenne olyan hosszú. Aztán nem lenne olyan hosszú a 100%-olás, de az már kevésbé lenne izgi. Ezek a mellékküldik például tök jó történeteket tárnak elénk. De védhető játék, ahogy a 100%-ot akarsz, akkor ízzel megért? Hát amúgy kb. Igen. Hello! Ő volt az. Halál megerősítése. Ez egy szolgáltatási szerződés, Tuyu és Tjanefer szolgáltatásaira. Az ikrekként ismertek. Az ikrek szerződése arra irányul, hogy káoszt és halált terjeszen második Kuahibré palotája közelében. Bármilyen rendelkezésre álló eszközzel fogják ezt megtenni, és hallgatni fognak ezekről az eszközökről. A fizetség 57.000 drakma ezüstben a gyíktól. Fele előlegben. 57.000 drakma? Jó világ van! Szia Skywalker Lajos! Sobek's children will be more peaceful now. Na hát még egy küldit megcsináltunk innen az információs asztalról. Timehotep dala. Ez jön most. Timehotep dala. Nem lehet a másik irányba leugrani. Hát, mert csak lemászni lehet, milyen szívás. A rossz irányba van a Leap of Fate-es pont. Nyomod, nyomod. Olyan szép, ahogy visszavetődik a fény a pajzsról. Nagyon jól néz ki a felszerelésünk. Annyira szeretnek téged az élet házában, a létezésed belső oltárában. Miért sírsz? Átkod fel lett oldva.
You have lost the child. És elvesztetted a gyermeket. Érted kéne, hogy az anya féleme sosa nem ér véget. Ahogy egy apa dühe. A félelem és düh természetes válasz. Hagyj engem a könnyeimmel. Neb, if you will follow me. Hagyjuk egy kicsit magára. Tehetek bármit, hogy csillapítsam a fájdalmát? Talált egy védelmi rituálét egy ősi tekercsbe, már csak pár hozzávaló kell. Szegény elvesztette a gyerekét, pedig terhes volt. Már nem is emlékszem, hogy hogy történt. Frissen megölt szent madár kell. Termékenység talizmán kék fajanszban. I will meet you on the road to the pyramids afterwards. Jó van. May you prosper. Köszi, Geri, hogy itt voltál. Szia, szia, szép napot neked. Pá, pá. Bayek találkozik Timehotep-el. Faszerenta főpap feleségével, amint a kertjükben sírdogál. Bár a gyík már nem mérgezi, a nő még mindig meg nem született gyermeke életéért aggódik. Bayek felajánlja, hogy összegyűjti a hozzávalókat egy védelmező rituáléhoz, ami majd megvédi a terhességét minden bajtól. Itt egy szent madár kell? Nem lehet tudni. Nem lehet tudni, a egyiptomiak miért cselekedtek így. Tudjátok? Nyugodtan mondjátok. Ez mi a fene volt? Mi volt ez a nyíkvargás? Szóval először mágikus tárgyak után a szent madár levadászása. Hát a rituálékhoz szent madarak kellenek. A krokodilucs is szent például. Egy galamb az nem ad elég erőt valszeg. Egy elhagyatott sírkamra. A szolgálólány azt mondta, hogy itt lesz a bolt. By chance, I spoke to a priest of Anubis at the temple one day when I went to give worship. He whispered darkly, "May the greatest of masters of craftsmen forgive me. I was sure it was he who had brought down the curse upon Memphis." Welcome to my humble shop. Az igen. How surprising. Micsoda bolt van itt? Ez valami alvilági dolog? Nem látta rég a fajtánkat, azt mondja. Sírkamrás kereskedő. Titoktartás miatt csinálják ezt. My customers know I can provide what they seek. I hope you can do the same for me. May I have a look around? But of course. I'll leave you. Hagyja, hogy böngészgessünk egy kicsit. Excuse me, but I have some business. Hamarosan visszajön. Micsoda mozgás. Na hát most így konkrétan azt akarja a játék, hogy kiraboljuk. Semmi értékes nincs ebben a szobában. Miért árul a kereskedő ilyen olcsó vacukat? Valamit eltitkol? Mert a kirablás. Egy leltár. Kék fajanszban lévő talizmán is rajta van a listán. Tovább kell kutakodni. És a második kamrában hórapollón és szeszeset világ kincsei lapulnak, hogy megvédje és fenntartsa állapotát. Az üzenet befejezetlen, vajon mit mond a többi része? Szeszeset. Mert a kirablás, nagyon jó. Kereskedő nem akart, hogy lássam volt ezen részét. Ezek az áruk lopottak. Dupla kard. Egy termékenység talizmán. Timehotep elégedett lesz. Ez minden. Most találkoznom kell Timehotep-el a piramisokhoz vezető úton. Sokáig böngészget kell, Medjay. Na, most már... Jó.
Egyik papíros tekercs is oda vezet, amit mondtam, de megtaláltam. Na, a zsír. May the greatest of masters of craftsmen forgive me. I was sure it was he who had brought down the curse upon Memphis. Many thought the same. It is no mark against you. By chance, I spoke to a priest of Anubis at the temple one day when I went to give worship. He whispered darkly into my ear about Pasheremta. Hinted at abomination of the rites and other things. Hogy áthallatszódott, basszus. Hello, hello, sziasztok! Micsoda fels fiatal ember lettél ilyen, tehát bocsánat, hogy keveset vagyok, csak úgy felpörögtek a dolgok. Két hétvétel vasárnapig megy a meló. Jesus! Olyan sokat kell tetoválni? Van valami menőséges Golden Samurai? Valami izgi? Szia, szia! Időt, srácok! Hen Harriet! Meg Yahoo! Flamingó nyelvek és darutollak kellenek még, de hát az szerencsére volt nálunk. Valami víb. Istag egy ajáját szeretne a hátsójára. Most nem igazán? Most a német turistákkal. Ó! Hoppá! Azon a füttyögésen mosolyogsz, amikor hívom a kis állatkámat? Ezt vére karcolom. Az elhagyatott város a tekercs neve. Van-e nekünk olyan? Nincs. Ja, én nem gyűjtöttem ilyen tekercseket. Azokat megláttam, hogy olyat kell gyűjteni, azt mondtam, hogy jó van, akkor az ott is marad. Megtaláltam, amire szükséged van. Láttok, igazat beszélt, amikor a felszabadítónak hívtak. Volt fény, be kell elvégezni a szertartást. Joser piramisának a tövében. És meg kéne védenünk őt. Hát akkor megyünk a piramishoz. Jó. A papírusokat úgy is mutatja a térkép, nem? Miért nem hozol több bört? Titokba kell történni a rituálénak. Sokkal titkosabb ez az út. Amiért nem született fiúk, nem tisztelik az emberek a férjét. There are whispers against him already. Már pletykálnak ellenük. Megszégyenítik őket. Hush, Mara. I know you mean to be kind, but the scrolls are clear. The woman is the carrier of the child. A gyermek nemének hordozója. Azt mondta, hogy szex. Mara, we have had this conversation before. Let us be quiet now, in case our voices carry to unfriendly ears. Good idea. Ma jó, köszi, hogy itt voltál. Szép napot neked is. Szia, szia. Pápá! Nagyon rosszul csináltad ezt az IQ-t. Füttyögésre, fügy-fügy hipelul. Tessék. Így jó, szélre karcolom. Hipelul. Köszi a század sírt. Thank you.
Csak neked, csak most. Megjöttünk, srácok. My sword stands between your ritual and any who threaten it. Kardom a rituálét fenyegető közé fog állni. Neked 81 óra volt kereken, 100%, minden egyébben kimaxolva. Zsolti, a szép, gratulál hozzá, én nem tudom most mennyinél tartok, ilyen 50... 58-nál szerintem, vagy 57-nél. Hú, de furán lépked bájek ebbe a szedbe. Lehet itt valamit lootolni? Every morning of my childhood, my father and I spoke the prayer of the Magi. Minden reggel elmondták a Magi imáját az apjával, bájekék. Egy toll vagyok a sas szárnyából, egy élő tör, melyet az égből döfnek a káosz szívébe. Egy ismeretlen igaz vagyok, egy terítetlen hüvely, a Nílus gyermeke, és az emberek védelmezője. Nem öletsz meg engem, mert a holtak között sétálok. Jöjj el nappal, és hazavezetlek téged. A fiamnak is meg kellett volna tanulni ezeket tőlem. A DLC-ket már végignyomtam, Zsolti. Alapsztori meg a DLC is végigment. Most már csak mellékküldizünk. Megmásszuk a piramis, csak hogy meglegyen a gyors. Melyik DLC-t tetszett jobban? Hát... Ha nem nézzük, hogy vannak boss fight-ok a fáraók átkába, akkor... A fáraók átka. Ha nézzük, hogy vannak bosszok, akkor azt mondom, hogy... A Hidden Vanzos. A bosszok nagyon menőn néztek ki, viszont a fájtok nagyon-nagyon-nagyon uncsik voltak. Nekem. Így a hard nehézségen. Ez elvileg Zsószernek a piramis, a srácok. Ha jól figyeltem. Elmondhatod, Bazi, persze. Gondolod, hogy az új LC-érával ez a legjobb? Nem tudom. Az Odyssey-vel nem játszottam, a Valhallával meg nagyon keveset nyomtam. A Valhalla és az Origins között, hogyha eltekintünk a tematikától, amit ugye a mitológiától, a világtól, amit feldolgoznak, igazából csak annyit vettem észre, hogy sokkal, sokkal szebb, illetve kicsit jobbak a mechanikák. De így igazából ennyi. Igazából ennyi. Sas zaklatás. Át ki kell raktunk mindent. Úgy lesz az igazi. Ritkán felszereléseket tudsz vásárolni a boltokban. Sek. Kenó vagy Kenó nevű romvárosban lesz az egyik házban. Jól van. Köszi. Köszi szépen, Bazi. Na, még feljebb tudtuk húzni a közelharci sebzésünket. Okés. Csináltunk napi küldit, csináltunk mindenféle küldit, ami így a játékban van, úgyhogy ennek
Abszolút örülök. 86%-ról sikerült-e feljebb menni? Nos, úgy néz ki, hogy sikerült feljebb menni azzal, hogy csináltuk itt a mellékküldiket. 87%-ra mentünk fel. A player level az 55-ről az már nem is nagyon fog változni. Azt mondtátok, hogy az a max, most már csak képességpontokat kapunk. És képességekben pedig 63%-nál járunk, a crafting upgrade-ek, amiket most is húztam így a végén, az meg 61%-nál. Úgyhogy jelenleg így állunk a játékban. Holnap még nyomjuk, megpróbálok ilyen easter egg-eket mutatni nektek, meg érdekes küldiket még csinálni, érdekes mellékküldiket még csinálni így a végén. És hát nem tudom mikor lesz AC Origins stream így a jövőben, mert hogy jövő héttől kezdjük a Spider-Man Remastered PC-s végigjátszását. Úgyhogy még egy stream lesz az Origins-ből biztosan. Remélem, hogy tetszett nektek, srácok!